Sziasztok, én Gerendás Dani vagyok, dalszerző és producer, ez pedig itt a 60, ami egy producer kihívás, mégpedig olyan értelemben, hogy 60 perc alatt kell megpróbálnom egy dalt létrehozni az adott stílusban, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen stílust fogok kapni. Nézzük meg! Wow! Jó, hát akkor megpróbálok ma hip-hop stílusban alkotni, ugorjunk is neki. Szóval hip-hop stílusban kell most alkotnom egy dalt, ami azért egy elég tág fogalom, de remélem, hogy ezen belül szabadon választhatom, hogy milyen jellegű. Amit én is nagyon szeretek, az az ilyen újvonalas, modern hip-hop trap, úgyhogy nem annyira az old school vonalat fogom irányba venni, hanem ezt a mostani trappes hip-hopot. Alapvetően én, ahogy nekiállnék, azok a doboknak a programozása. Most, hogy így végig gondolom, lehet, hogy ma nem így fogok elindulni, hanem keresek valami olyan soundot, olyan szinti soundot, ami inspirálni fog engem remélhetőleg. Kicsit gyors legyen. 77. 77 BPM-ben fogom megcsinálni ezt a dalt. Én általában presetekből indulok ki, és akkor azt szoktam így személyre szabni. Ezzel a sounddal elvitt a fülem egy ilyen Post Malone Sting feldolgozás, ez a... Na, ezt nem szabad, úgyhogy keresek egy másik sounddal. Vagy lehet, hogy abból kitekerek valamit. Megcsinálom egy... A beatmaking az most egy nagyon ilyen felkapott szó, de igazából ez a lényege, hogy van egy alap. Egy tulajdonképpen egy olyan alap, amit tényleg így bármerre el lehet vinni. Most ráraktam ugye ezt a vízhangot, és rögtön meglett egy ilyen bouncy, már táncolósabb feelingje, ugye az üres tereket kitölti. Jó, ez szerintem verze témának nem rossz. Tökre tetszik, hogy ilyen nagyon rövidek ezek a hangok, úgyhogy még rövidebbre húzom. Nézzük meg, hogy egymáshoz hogy kapcsolódik a kettő. Szerintem ez így kiindulásnak nem rossz. Jó, és ide esetleg már éreznék egy ilyen prekúrust, ami majd felvezet a refrénre, azt lehet, hogy egy ilyen zongora hangszínnel fogom csinálni. És én tökre szeretem, amikor az ilyen dropok vagy refrén indulások előtt van egy kiállás, egy ilyen szünet, hogy ne csúszson át, és úgyhogy ide is most vágok egy kis szünetet. És akkor itt meg tud indulni megint. És akkor igazából elkezdek olyan dob szempelöket keresni, amik engem inspirálnak, vagy illik az adott stílushoz. Kétféleképpen lehet ezt megközelíteni. Van, aki midiben dolgozik, hogy behúz egy midi sávra egy lábdobot, és akkor szépen nótokkal leprogramozza. Én jobban szeretem így behúzni audióban a szempelöket, mert átláthatóbb. Szünet. Aha, szerintem ez itt jó. És
akkor ide jöhetne egy ilyen roll. Itt, amikor besűrűsödik a pergő, ott már jöhetne a lábdob is szerintem simán. Úgyhogy megyünk is egy lábdobot keresve. Jó, találtam is egy olyan kicket, ami tetszik. Igen. És akkor ezt már utána lehet loopolni. Alapból kell egy olyan látszín, ami így végigviszi ez a és akkor általában az van, hogy a másodikat és a negyediket leszoktam venni egy picit így hangerőben, hogy legyen egy ilyen lüktetése az egésznek. Akkor a modern ilyen trap zenékben vannak ezek az ilyen hi-hat rollok, azokat is így be fogom most rakni. Oda például. Most találtam egy ilyen sample-t. Ez így tetszik, ezt most behúzom egy midi sávra. És mivel elrontottam egy picit, ezért utólag fogom ezt is kihúzni. Szuper, és ezzel igazából a refrén nagyjából így megszületett. Jó, és most még ahol beszáll a refrén, oda éreznék egy ilyen pergő lemenetet. Jó, ez így szerintem jó lesz. És akkor most nézzük a refrénben egy olyan szintet, ami jól működne az előzővel. Itt megint csak a hangok hosszúsága nagyon fontos, úgyhogy kihúzom ezeket, hogy pontosan ugyanott érjen véget az összes. Jó, és most azt érzem, hogy ide a refrénbe feljátszanék valamilyen elektromos gitárt. Szeretek ilyen atmót, hogy rárakok egy hatalmas reverb-et a gitára, és arra egy sidechain-t, ami így pumpálja, és akkor azzal csak egy hangot befogok. Valószínűleg nem fog ide kelleni gitár most már. Igazából időhiány azt tudom mondani erre, hogy így az alap az kész van, amit nyilván ilyenkor
továbbfejt az ember, és átgondol még sokszor, hogy minek hol van a helye. Jó, és ide most be fogok hozni egy ilyen vocal csapot, ki szoktam vágni egy ilyen az egyik dalomból, az énekesnőnek a hangjából szoktam csinálni ilyen érdekes kis effekteket, úgyhogy ezt itt is meg fogom csinálni. Ez például tök jó. Ez is. Meg egy kicsit kompresszorral felhúzom. Közben folyamatosan kísérletezgetek vele, hogy mit érdemes hova pitchelni, hiszen most már ez így rendben van. Na, igazából szerintem maga a beat az így készen van, vázlatszerűen, nyilván ezt még lehetne hova fejleszteni. Úgyhogy elkezdek éneken ötletelni. Ilyenkor veszem hangjegyzetbe. Szabad a élek, de nem beszélek. Amikor félek, akkor sem tudnál, amit a lélek. Amikor látom, ahogy a nélek. Amikor szembeszélel, önbeszélel, nem beszélek. Hogy a nélek, ne vagy a lényeg. De te vagy a lényeg, ne vagy a szemben, nem beszélek. Ahogy a lényeg, ahogy a élek. De te vagy a lényeg, amikor nem beszélel, nem tudom. Amire egyszerűen láttam már, és én nagyon láttam már, az a szenszó, amire láttam már. Mikor egyszerűen játszol, tudom, én láttam azt, ahogy a szembe az éle, ahogy a mélyen láttam már, az a szenszó, igazából erre jutottam, ez szerintem egy ilyen használhatónak mondható dallam kezdemény, úgyhogy ezt most fel is fogom venni, aztán majd utólag kidolgozom. Tudom, akkor is láttam azt, ahogy elhagytál, tudom. De mégis akkor én láttam már, de csoda szép volt, de csoda szép volt. Na 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 na. Szenszor, ahogy elhagytam már. De tudom, akkor is láttam azt, ahogy elhagytál, tudom. De mégis akkor én láttam már, de csoda szép volt. Na, végül is ezzel oké vagyok. Most ezzel a módosítással azt tudom mondani, hogy egy óra alatt ezt tudtam így kihozni, és erre ettől nem vagyok annyira rosszul. Úgyhogy akkor hallgassuk végig. Amúgy tök nagy élmény volt, mert még sose csináltam ilyet, hogy ilyen rövid idő alatt kellett volna létrehoznom egy dalt, és én is kíváncsi voltam, hogy hogyan fogom megoldani ezt a kihívást. Úgyhogy hallgassuk meg. Ahogy én élek, nem beszélek. Néha megyek, de szóltam nem, és mégis félek. De amivel élek, tudom, hogy lépek. Ahogy én érzem óta, évek óta kezdem néven. Legyen a létem, ez a létem. De cégem, hogy értem, legalább
éppen, ahova lépenek. Látom ezt, hogy akkor elbeszélt a magamnak. Ahogy egyszerűen látom meg, de most mégis akkor elmondtam, hogy szálltam, ahogyan láttam meg. De tudom akkor is, hogy láttam azt, ahogy elhagytál tőle, de mégis akkor nem láttam meg. Ez a csak szép volt, hogy tőle szép volt. Hát én ennyit tudtam kihozni ebből a 60 percből, remélem, hogy tetszett. Én nekem hatalmas élmény volt. És most pedig megnevezném az én kihívottamat, Puskás Dani barátom. Remélem, hogy van kedven ehhez a Producer Challenge-hez, és kíváncsi vagyok, hogy mit fogsz csinálni.